ezért volt nekem egy olyan ötletem, hogy olyan szakszervezetekre lenne szükség, ami anyagilag nem függ a közvetlen munkáltatótól. Van egy állami keret mondjuk, vagy tök mindegy, hogy hívjuk, és onnan kapja, és nem érheti retorzió azért, mert a dolgát végzi. Legyen az irodája. Igen, nem, teljes független. Mellett. Igen. Ne kapjon fizetést, de csak. És lényegében innen az FKF szakszervezetből nagyon sokan kiléptek, mert hogy látták, hogy mi zajlik. Igazából nem a mi képviseletünk zajlott, nem. Hanem... Hát ez egy kirakat szakszervezet. Jó napot! Lantos te. Ő benne van a 10 fő bizottságban, és ő is keményen mi az ágyszínpadon. Na, mindenki együtt én itt a csapatot. Nagyszerű. Épp most mondom, hogy én korábban postás voltam, és benne vagyok még ilyen postás csoportokban. És óriási a szimpátia most a postások körében is, hogy ti megmeritek csinálni azt, amit meg sokan mások nem. Mindenki csak beszél róla. Ez óriási példamutatás szerintem. Azt gondolom, hogy az vitán felül áll, hogy a szemétszállítás rendkívül fontos és alapvető feladat, ugyanis, és az is kijelenthető, hogy a benne dolgozóknak jár az erkölcsi és anyagi megbecsülés, hiszen értéket védenek, ugye környezetünket és tisztaságunkat. Ezzel szemben pedig sajnos azt látjuk, hogy a kukásoknak sem erkölcsi, sem anyagi megbecsültsége nincsen, és ráadásul, hogy így mondjam, még provokálják is őket, ugyanis azt mondták itt néhány nappal ezelőtt, vagy tegnapi nap folyamán, hogy valaki az FKF-től azt nyilatkozta nemrégiben, hogy az ott dolgozók több mint 400 ezer forintot visznek haza, csak hogy ez nem igaz. És lehet azt mondani, hogy ez volt az utolsó szikra, ami berobbantotta a tiltakozás hullámot, mert folyamatosan jutnak már olyan információk is vissza hozzánk, hogy már nem csak a fővárosban, hanem egyes vidéki telephelyeken is mozgolódás folyik, de gyakorlatilag ez volt az utolsó szikra, ami a sztrájkot, mert ez egy sztrájk, elindította. Ezért tolmácsolni szeretném én is a követeléseiket, amelyek úgy szólnak, hogy az eddigi alig több mint 200 ezer forintos fizetés, amiben már benne vannak a hétvégék is, legyen felemelve a hulladékszállítóknak nettó 350 ezer forintra, a gépjárművezetőknek pedig 400 ezer forintra, ugyanis azt is elmondták, hogy az első rezsiszámla készhez vétele után jöttek rá végérvényesen, hogy a korábbi főváros által adott béremelést teljes mértékben elvitte az infláció és a rezsi megszorítás, tehát ebből gyakorlatilag ma Magyarországon megélni nem lehet, és kénytelen vagyok egy gondolatot még közbeszúrni, ugyanis elfogadhatatlannak tartja a Mi Hazánk mozgalom azt a hozzáállást, amelyet az egyik szakszervezeti vezető tanúsított itt a háttérben, a napokban, amikor is ultimátumszerűen üzent a dolgozóknak, hogy menjenek dolgozni, különben ki lesznek rúgva. Én azt gondolom, hogy egy szakszervezeti vezetőnek pont nem ez lenne a feladata, hanem az lenne a feladata, hogy kiálljon a dolgozók mellett, és merem remélni, és talán joggal remélhetem egyébként, hogy nem ez az általános hozzáállás a szakszervezet részéről, és amennyire tudom már, valamiféle tárgyalások elkezdődtek, ez jó irány, viszont innen a helyről, erről a helyről nyomatékosan szeretnénk mindenkit, minden érintettet felszólítani, így a főváros vezetését is, akár a kormányt is, hogy egy olyan megállapodást hozzanak tető alá, amelyet el tudnak fogadni a kukások, ugyanis ígérgetésnek, maszatolásnak továbbá nincsen helye, tehát nincs más alternatíva, olyan megállapodás kell, amit el tudnak fogadni. És a Mi Hazánk mozgalom felajánlja segítségét a kukások számára, függetlenül attól, hogy melyik dolgozónak mi a politikai meggyőződése, ez teljesen mellékes, és azzal a gondolattal kiegészítve, hogy mi nem szeretnénk erőszakosan nyilván rátelepedni az ő kezdeményezésükre, ez nem rólunk, hanem róluk szól, tehát ez azt jelenti, hogy úgy és akkor fogunk nekik segíteni, ahogyan ők azt igénylik.